Hogyha szeretnének a debreceniek úgymond életben maradni, akkor az első meccset itt hazai égen be kell húzni, akkor lehet majd itt reménykedni esetleg abban, hogy lehet szorosabbá tenni ezt a párharcot. Kisján eladja a veterán védő, szezon közbe tért vissza a Deachoz, ugye játszott itt már két szezont, az óriási hiba, és ott a vezető találat! Janik Türkot az, aki beveszi a debreceniek kapuját egy kapitális védelmi hibát követően. Hát ez egy nagyon bosszantó hiba volt, lássuk be. Erik András is becsatlakozik most már a pakjegelésébe. Hrabál. Boros. Laposan! Ó, hát ez talán egy hazai korcsolyáról ment be. Ugye öngól nincsen, Boros egyébként az, aki ünnepelteti magát. Talán Jakabfi az, aki hozzáérhetett, még ha nem, akkor viszont Boros ott ólálkodott a rövid kapuvasnál, és egy jó belőtt korongot követően hozzá tudott érni. Bucskin, ő pedig a Deac legveszélyesebbje kanadai táblázat szerint. Foblár. Dobmájer. Bucskin. Szép játék eddig, ott a második helyzet, micsoda játék, gól! Novotny a szépítő találat szerzője, sikerült egy nagyjából fél perc alatt lejátszani az előnyt, és a cseh támadó találatával egyel közelebb a Deac. Brady. Nagy védés megint a rövid felsőt nézte ki magának. Brady. Ott van még, most nagyon szépen játszanak. Ó, micsoda megmozdulás! Hát ez egy káprázatos találat volt. Nyemec! 3-1. Ami szép, az szép, el kell ismerni. Nem tudom, mennyire tudatosan begyakorolt figura volt ez. De ez a bemutatott lövőcsel Hrabától, és pont megtalálta a honfitársát, Nyemecet, aki aztán elhúzta. Bucskin. Szép játék keresztbe Kloznak pontatlanul. Ó, és ez most óriási hiba, ezzel 2-0-ba mehet Nyemec és Brady. Nyemec, Brady, szép játék, és ott a következő találat. Ember hátrányban szerzi meg a negyedik gólját a Ferencváros, ezúttal is Erik Nyemec az, aki beüti. Bradyvel játszották ki, önzetlenül visszatette a kanadai, aztán a Csenek, aki újabb találatot szerez. És így peregnek le az utolsó másodpercek, hogy már igazából egyik csapat sem szeretett volna semmit ettől a mérkőzéstől. Hát sajnos nem jött össze a szépítés a debreceniek számára, akik 4-1-es vereséget szenvednek a magyar bajnoktól, és a következő találkozó arról fog szólni, hogy egyáltalán visszautaznak-e a fővárosba, vagy pedig a Ferencváros söpréssel behúzza ezt a párharcot, és úgy fog tovább masírozni az elődöntőbe.